A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm a nézőket. Augusztus 21-e van, Sámuel és Hajna névnapja. 158 éve megszületett Rudolf trónörökös, Erzsébet királyné, azaz Sziszi és első Ferenc József egyetlen fia. 108 évvel ezelőtt pedig Török Bálinton megszületett Feleki Kamil színművész, Kossuth díjas érdemes és kiváló művész. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. Hatalmas sorok a határátkelőknél, a torlódás a következő napokban is fokozódhat. A magyar határhoz közeli tanyákról sorra tűnnek el a létrák és a nagyobb szerszámok. A lakosok szerint a migránsok viszik el őket. Magyar Kanizsán tegnap kezdődött és ma folytatódik a Szent István nap és az új kenyér ünnep rendezvény sorozata. Évente egyszer Szent István napján mutatnak be szentmisét a Nagybecskereki gimnázium templomban. Szerbia legyőzte Horvátország vízilabda csapatát, ezzel olimpiai bajnok lett. Minden szerb-magyar határátkelőnél hosszas volt a várakozás a nap folyamán, Magyarországról Szerbia irányába nincs várakozási idő. A napokban a szerbiai utakon a nyaralásról hazatérők és a szabadságukat itthon töltött vendégmunkások okoznak forgalomnövekedést és torlódást. Legtöbbjük Magyarország felé hagyja el az országot. Szerbiából Magyarország felé óriási a tömeg. Körülbelül az első felüljáró után szinte a benzinkútnál van a sor vége. Az autósok nagyon türelmetlenek. A nemzetközi határátkelőn elvétve lehet csak találni szerb vagy magyar táblás autókat. A szerb ellenőrző kapuig körülbelül 2 órás volt a sor a kora délutáni órákban. Többen másfél óra várakozás után kerültek a kocsisor közepére. Elképzelni sem tudják, hogy mikor jutnak Magyarországra. Have no idea. Way too much time. Görögországból jövünk, hölgyem. Sehol nincs ez, sehol nem volt. Nem tudom, hány határon átjöttünk. A várakozók rengeteg szemetet hagynak az út mellett. Néhol elviselhetetlen a bűz, sokan az út mellett könnyítenek magukon. A nagy melegben nem csak az autósok, de a kamionosok is türelmetlenek. Treba da radi granica, da možda više carinika ili otkud znam šta treba da radi. Ali verovatno treba više ljudi da bi moglo brže da se funkcioniše. Jer ja sam jedva kolima, policije nigde nema, zatvorili su 3 trake kolima, kamionima sam jedva prišao do ovde. Szinte minden szerb-magyar határátkelőnél várakozásra kell számítani. A nap folyamán Kelebien, Királyhalmon és Gyálánál is körülbelül 1 órás sor alakult ki. A torlódás a következő napokban is folytatódhat. Aki személygépkocsival indul útnak, mindenképpen tájékozódjon a pillanatnyi helyzetről a www.police.hu oldalon vagy a Szerbiai Autós Motoros Szövetség honlapján. Hétfőn nagyszabású sebességellenőrzési akció kezdődik az európai utakon, így Szerbiában is. Az akció a hónap végéig tart Európa 31 országában, 28 EU tagállamban, továbbá Svájcban, Norvégiában és Szerbiában. Ennek keretében a közlekedési rendőrök fokozott ellenőrzést végeznek a szerbiai közutakon, bevetik az összes sebességmérő berendezést, a kéziradarokat és a videófelügyeletet. A rendőrségi jelzéssel nem rendelkező úgynevezett elfogó autó beszerelt sebességmérőket is használják. Az elfogók azonban a hónap végéig nem csak a gyorshajtást, hanem a megállítottak esetében a véralkohol szintet is ellenőrzik. A rendőrség közleménye szerint nem lesznek elnézőek a szabálytalankodókkal szemben, és minden esetben alkalmazni fogják a törvényben előirányzott büntetéseket. 6 milliárd euró értékű közlekedési infrastrukturális fejlesztések lesznek Szerbiában, nyilatkozta Zorana Mihajlović illetékes miniszter a Dnevnik napilapnak. Prioritást élvez az autópálya befejezése a 10-es korridoron Macedóniáig és Bulgáriáig, valamint Csácsekig és a montenegrói határig tartó szakasz. Emellett 1100 km hosszan javítják meg a regionális utakat. A vasútvonalakat is modernizálják és új szerelvényeket szereznek be. Az egyik kiemelt vasút projekt a Belgrád és Budapest közötti vonal. A migránsválság kezdete óta a magyar határhoz közeli tanyákról sorra tűnnek el a létrák és a nagyobb szerszámok. Vannak olyan épületek, amelyek a folyamatos rongálás miatt mára már lakhatatlanok. Van, ahol a migránsok feltüzelték a 100 éves bútorokat, mégpedig úgy, hogy a szőnyegen raktak tüzet.
s feltüzelték a bútorokat, a még meglévő 100 éves szekrények ajtóit, egy szóval, amit lehetett, mindent tönkretettek. Itt az előszobában a szőnyegen látszik a tűzhelye. Ez a tanya valamikor így nézett ki. Eszterék a barátaikkal jártak ide. A szobákban az őseiktől megörökölt hímzett terítők, varrottasok is itt voltak. Ma már egy romhalmaz az egész tanya. Szekrényeket, asztalt, székeket, fiókokat, mindent, amit csak találtak, mindent főtüzeltek a szoba közepén a szőnyegeken. Az idős házaspár egy ideig megpróbált feltakarítani, lefertőtleníteni mindent. Ezt tették másfél héttel ezelőtt is, de hiába, úgy látszik, a forgalom errefelé még mindig nagy. Amikor tavaly volt az a nagy invázia, akkor itten tele voltak ők is ilyen kis sátorokkal is, itt is, meg a másik tanyánál is, az udvar, meg ütek kint az már a falnál végig, emberek, nem mertünk ide se jönni. A szabados tanya szomszédságában ugyanolyan rossz állapotú épületet találunk, mint ez. Itt is sokan sokszor alhattak. Talán napokat tölthettek el. Ez már Horácik tanyája. A gazda megelégelte a sorozatos betörést és riasztót szereltetett a tanyájára. Akkor bejöttek a tanyára is, és akkor betörték az ajtókat, bent összevertek mindent, bepiszkoltak, és akkor az készített arra, hogy először kutyát tettem, azt lemérgezték. Horácik birtoka végében van a magyar határ. Tőlük is és sok más határmenti tanyáról is elvitték a létrákat. Még most is próbálkoznak a migránsok az illegális határátlépéssel. Kamerán kívül az egyik szemtanú azt mesélte, hogy egyszerre több helyen is szétvágják a drótkerítést, amolyan figyelemelterelésként, aztán pedig egy távolabbi helyen a szintén átvágott dróton besurrannak. Imre gyümölcsösében megtalálta a hátrahagyott drótvágó ollókat. Ezt az őszi baraszkosba tanáltam a fa mellett a sorba, mikor műveltem a fődet. Ezt meg tegnap, mikor kaszáltam, akkor azt megláttam időben. Meg egy ilyen vagy ettől nagyobb fogót meg szétütött a gép. Meg nekem is a kést szétütötte. A szerb rendőrök rendszeresen járőröznek errefelé. Mostanság nem törtek be erre a tanyára, de a tulajdonos szerint, ha nem lenne a riasztó, meg a rendőri felügyelet, teljesen ki lennének szolgáltatva a jövevényeknek. Most pedig lássuk, hogyan ünnepelték Szent István napját a vajdasági településeken. Magyar Kanizsán tegnap kezdődött, és ma folytatódik a Szent István nap és az új kenyér ünnep rendezvény sorozata. Szombaton katolikus ünnepi szentmisét tartottak, majd a Dubóti Hamér galériában megnyílt a Kenyeres Ivánka magángyűjteményéből összeállított Barátaim című képzőművészeti kiállítás. A kiállítás megnyitó színes művelődési műsor vezette fel. Fellépett a tiszamenti tambura zenekar, valamint a Cifra szűrvegyes kórus. Kenyeres Ivánkát már a vajdasági képzőművészeti kör megalakításakor magasztos célok vezérelték. Célja, hogy szélesebb körben is megismerjék gyűjteményét. Nem csak a kiállításokon, nem csak a humanitárius találkozásokon, hanem olyan szervezésbe, ahova én azokat az ismert festőket tudnám ide a városunkba hozni, és a képek maradjanak a városnak, a galériának, hogy legyen ennek a galériának annyi festménye, hogy bárhova, bármelyik testvérvárosba akar részt venni, akkor fogja a képtárát is elviszi. A kiállítást Kerekes Sándor, a vajdasági képzőművészeti kör tagja nyitotta meg. A szabadkai festőművész szerint felbecsülhetetlen érték az a 73 vajdasági, magyarországi, horvátországi, szlovákiai és bosznia-hercegovinai festőtől származó alkotás, amelyek Kenyeres Ivánka tulajdonát képezi. Ha én azt mondom, hogy a művészet a legszolidarisabb, a legmegközelíthetőbb kommunikáció az emberek között, akkor mindent elmondom. A művészet az, amely mindent megtesz, mindent befogad, és mindent magáévá vállal, azzal, hogy olyan rendszerbe rendezi önmagával, ahogy önök a képekkel beszélnek. Az Art Café teraszán Magyar Kanizsa testvérvárosának Kiskunhalasnak a kamarakórusa mutatkozott be. A kiállítás megnyitót, illetve a kiskunhalasi kórus fellépését követően az ünneplők a mociteremben megtekinthették az István a király című rockopera filmes változatát.
hallod-e te a szívemnek? A bánáti Erzsébet lakon is államalapító királyunkra emlékeztek ma. Az egésznapos ünnepi programot a Kárpát-medencei Család Szervezetek Szövetsége és a helybeli Császártó Magyar Művelődési Egyesület szervezte. A rendezvényre mintegy 200-an jöttek el. Áld meg és szenteld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal. Ökumenikus istentisztelettel és kenyérszenteléssel kezdődött a Szent István napi ünnepség a bánáti Erzsébet lakon. A Szent Misét Kalapis Sztoján atya, szalizi szerzetes, a falu szülötte celebrálta. A Nemzetközi Kutatóközpont udvarában ünnepi műsort tartottak. Az egybegyűlteket Branislav Márkus, a helyi közösség tanácsának elnöke, és Pataki János, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke köszöntötte. Egyre nehezebb megszervezni, egyre nehezebb összeszedni azokat az emberek, akiknek fontos a magyarságuk, de azon dolgozunk, hogy minél inkább felhívjuk magunkra a figyelmet, és felhívjuk arra a figyelmet, hogy a családoknak össze kell tartaniuk és őrizniük kell a magyarságukat. A Múzsei Don Bosco Családok Egyesülete tagja a Családlánc mozgalomnak. Jelenleg mintegy 20 család tevékenykedik benne. Nagy öröm számunkra, hogy meghívást kaptunk. Ez már nem az első alkalom, hogy itt vagyunk Erzsébet lakon. Fontos számunkra is, hogy a magyarság szempontjából is, de úgy szintén a családok szempontjából is ezeket az értékeket, ezeket a találkozókat fenntartani. Erzsébet lakon tavaly szerveztek először Szent István napi ünnepséget, akkor 150-en voltak. Az idén több mint 200 vendég érkezett. Ez összefog bennünket, erősít bennünket, és természetesen gyönyörű napunk van, örülünk neki, az istentisztelet már elmúlt, a kenyérszentelés is, úgyhogy nagyon teli van a szívünk, örülünk ennek a szép napnak. Az ünnepi műsorban felléptek a helybeli diákok és a Tisza Kálmán falvi műkedvelők. Mi nekünk ez így nagyon nagy megtiszteltetés, mert minden fellépést nagyon nagy örömmel fogadunk, és nagyon örülünk, hogy itt is itt lehetünk. Mondjuk én először járok itt Erzsébet lakon, és így nagyon meglepődtem, hogy milyen szép itt. A gyerekek számára foglalkozásokat szerveztek, megtekintették a tájházat, a Lújza Majort, és kirándulást szerveztek a Császártó kilátójáig. Évente egyszer Szent István napján mutatnak be szentmisét a Nagybecskereki gimnázium templomban. Egyben ez a templom búcsúja is a Szent István tiszteletére felszentelt piarista templomnak. Fehér Roland, bókai plébániai kormányzó és Kisnándon a református egyház bánáti espere sem méltatták államalapító Szent István királyunkat. A Szent István tiszteletére felszentelt Nagybecskereki gimnázium templomban évente egyszer, augusztus 20-án mutatnak be szentmisét. Pedig a 80-as évek végéig ez volt a nagybecskereki hívek, különösen a fiatalok kedvenc gyülekező helye. Az egész fiatalságomat itt töltöttem, mivel ide jártam a gimnáziumba is, de viszont minden vasárnap az énekarba itt énekeltem a misén. Akkoriban rengeteg diák volt, néha 50-en is itt voltunk. Sőt, akkoriban a katolikus fiatalok együttest is alakítottak. A hatosztályos nagybecskereki piarista gimnázium, amelynek része volt a Szent István tiszteletére felszentelt templom, 1846-ban nyitotta meg a kapuit több mint 200 tanulóval és 6 piarista tanárral. A trianoni békediktátum után 1920-ban augusztusban kiutasították a piarista szerzeteseket 75 éves működésük után, akkor még a koronát és a koronázási jelvényeket is átfestették fehér festékkel, hogy még az se látszon. Mert ennyire veszélyesnek tűnt akkor és abban az időben Szent István király. A 19. századi oktatási rendszerben nem csak oktattak, hanem neveltek is. Az oktatás mellett a tanulóknak átadták az örök emberi és vallási értékeket. Ezért a nagybecskereki piarista gimnázium nem csak iskolaépületből állt, hanem egy rendházból és a Szent István templomból. Ez a templom
olyan nagyon kedves, mert kicsi, családias, és mondom, sokukat gyerekkori emlék fűzi ide. A Szent Istváni búcsora mindig megtelik, a hívek száma ugyan fogy, de a templomban még nem lehet észrevenni. A gimnázium templom a magyar cserkészek zarándok helye is. Králik László, a gimnázium egykori tanára fordította le angolról magyarra a cserkészek alapkönyvét, ezzel letette a magyar cserkész mozgalom alapjait. 2002 óta erről emléktábla tanúskodik a templomban. Tornyoson is Szent István napi ünnepséget szerveztek idén immár 25. alkalommal. A kenyérszentelőre Magyarországról és Szlovákiából is érkeztek vendégek. A nők a zöldségekkel, a férfiak a bográcsokkal foglalkoztak a tornyosi Szent István napi főzőversenyen. A résztvevők azt mondják, ugyan kevés esemény van évente a faluban, erre azonban sokan készülnek. Mi minden évben jövünk az utóbbi talán 7-8 évben, és akkor nekünk jó érezzük magunkat, kijövünk egy kicsit, főzünk, barátkozunk, meg hát akkor közben emlékezünk is valamire. A mai nap nekünk ilyen barátkozás végül is, mert minden évben mióta megvan ez szervezve, mink részt veszünk, és ugye egy kis versenygés is úgymond a többi csapattal, meg egymás közt. A vajdasági ízek nagyon különlegesek, mondja az egyik zsűritag, aki a magyarországi Tápió Bicskéről érkezett, az ismert szakács Benkő Laci bácsi tanítványa. Én nagyon szeretek a határon túl zsűrizni, mert új ízeket ismerek, meg megismerem az elcsatolt területeken a jellegzetes ételeknek az ízeit. A szervezők hónapokig készültek, mint mondják, nem egyszerű összehangolni az augusztusi eseményeket, de vannak olyanok, akik csak emiatt térnek haza. A mindennapi kenyerünket megpróbáljuk megszentelni, elvisszük a templomba, és hát azóta sikeresen visszük végig, egyre nehezebb összehozni, mivel korosodunk is, persze, az egész csapat, de azért vannak lelkes támogatóink. Nem sikerül a vadászat, és leül, és szomorkodik a kutyával együtt, tehát ez a nagyapámnak a tajtékpipája. A tornyosi tájház Szabó Magdolna munkája. Az odalátogatók felidézhetik a régmúlt idők mindennapjait. Az új kenyér ünnepének elengedhetetlen kelléke a lovas felvonulás. A dolgozó ember és a munkásló szimbóluma ezeknek az alkalmaknak, ezért a búzából font kenyeret is a lovasok viszik. A felvonulás után az ünnepi kenyérszentelési mise, a főzőverseny eredményhirdetése, majd pedig szabadtéri bál várta a tornyosra látogatókat. Az eseményt a Betlen Gábor alapkezelő ZRT, Zenta önkormányzata, a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatta. Külpolitikával folytatjuk. Több mint 50-en haltak meg szombaton késő este egy lakodalomban elkövetett robbantásos merényletben Törökországban. A sebesültek száma meghaladja a 100-at. A gyilkosságot egy öngyilkos merénylő követte el. A török médiahatóság ideiglenesen hírzárlatot rendelt el a nyomozás érdekében. A legfrissebb információk szerint egy 12 és 14 év közötti gyermek hajtotta végre a merényletet. A robbantás egy esküvőn történt Gaziantepben. A felvételek a teremben rögzítették az eseményeket, a robbantás azonban az utcán történt. A több száz vendég közül sokan kint táncoltak, amikor megjelent egy férfi és felrobbantotta magát. Az első jelentések egy öngyilkos merénylőről szólnak, aki az ifjú pár közelében robbantott. Később a hatóság emberei megtalálták a mellény maradványait, amire a detonátor volt erősítve. A több tucatnyi áldozat között gyerekek is vannak. A sebesülteket több mentőautóval szállították a város 4 kórházába. Gaziantep Törökország délkeleti részén mintegy 50 kilométerre a szíriai határtól fekszik. A környéken kurd többség él. A lakodalmat is kurdok tartották. A kurdisztáni munkáspárt több tagja is jelen volt az ünnepségen. Recep Tayyip Erdogan török államfő az iszlám államot teszi felelőssé a támadásért. Az elnök azonban rögtön azt is hangsúlyozta, hogy nincs különbség a július 15-i pucskísérlet szervezői, a kurdisztáni munkáspárt és az iszlám állam között. A török fél szerint a terrortámadások célja, hogy megfélemlítsék a lakosságot, de Erdogan azt üzente az iszlám csoportoknak, hogy ez nem fog nekik sikerülni. Gaziantep város közelében több terrorista sejt is tevékenykedik. A városban a szír határ közelsége miatt korábban is történtek terrorcselekmények. Törökországban egyébként legutóbb június 29-én történt terrortámadás. Az isztambuli reptéren zajló robbanás és lövöldözés következtében 41 ember meghalt.
Azt megelőzően március 13-án Ankarában öngyilkos merénylő személyautóba rejtett pokolgéppel robbantott, 37-en vesztették életüket. Február 17-én Ankara belvárosában autóbombát hoztak működésbe egy katonai egységeket szállító konvoj mellett. 28 ember halt meg. Január 12-én Isztambul egyik központi terén egy szíriai származású öngyilkos merénylő robbantott. 11 német állampolgár meghalt, 16-an megsebesültek. 2015. október 10-én pedig két pokolgép robbant fel Ankara központjában egy béketüntetés alkalmával. A merényletben 103-an vesztették életüket. Vasárnap hajnalban felgyújtották a szarajevói Krisztus megdicsőülése ortodox templom egyik épület részét. A Banja-Lukai Nezavisna Novina lap értesülései szerint az elkövetők gyúlékony anyagot dobtak be az épület ablakán, és ez okozta a tüzet. Sérültek nincsenek. Jadran Danilovics Dulac plébános elmondta, hogy ő és a reggeli misére érkező hívek is füstöt éreztek, ezért értesítették a rendőrséget és a tűzoltóságot. Az illetékesek 20 perc alatt eloltották a tüzet, a rendőrség pedig elvégezte a helyszínelést. A templom raktárában kialakult tűz jelentős anyagi kárt okozott. Lássuk, mi lesz a híradó folytatásában. Parasztolimpiát tartottak Topolyán. Holnap indul az Interetno. Ma hajnalban véget ér a 31. riói olimpia. Ásó kapa, szénabála, a topolyai paraszt olimpia nélkülözhetetlen kellékei. A versenyzők idén is több ember próbáló számban mérkőztek meg. Az ügyesség és a jó taktika döntött el ebben az évben, hogy ki a legnagyobb paraszt. Az első versenyszámban a férfiak mezőnyében szénabálákkal futottak az olimpikonok. Még egy ugor, átugorni! A gyorsaság és az ügyesség döntött el, hogy ki tud elsőként célba érni. Volt, aki már hónapokkal a megméretetés előtt készült a küzdelemre. Birkózok. Úgyhogy most lassan készülünk a versenyekre is, meg minden, úgyhogy edzésbe tartom magam. Minden fejben dőlt el, vallották a versenyzők. Most először vagyok itten, úgyhogy megpróbálom, hogy hát, ha lesz valami. De ahhoz képest elég jó haladtam most így. A hölgyek versenyében a kukorica morzsolás ígért izgalmakat. Volt, akinek a több évnyi tapasztalat segített a versenyben. Hát igen, jó számokkal foglalkozunk. Úgy látom, most építik fel a pályát. Benne vagyok. Ki a legnagyobb paraszt? Ez a legfontosabb kérdés az idei paraszt olimpián is. Az urak még talicskatolásban is megmérkőztek. Az akadályversenyt Kislinder Gábor, Topolya polgármestere is érdeklődve figyelte. Lévén, hogy olimpiáról van szó, és munkás olimpiáról, ha így szabad ezt fogalmazni, akkor el lehet mondani, hogy a hangulat az nagyon jó, versenyzők természetesen toleránsak. A győztes egy a magyarországi viszkis rabló által készített kerámia alkotást vitt haza. Lázban égnek Etnopolis lakói és szervezői, amint egy 100 önkéntes már csütörtök óta építi-szépíti a fesztivál helyszínét. Már csak egy nap, és holnap megkezdődik az Interetno fesztivál. Tánc minden mennyiségben, borutca, gasztrofalú kirakodóvásár, régi mesterségek bemutatása. Ami eddig látogatók ezreit vonzotta az Interetnóra, idén is megtalálható lesz. Sőt, újításokat is terveznek a szervezők. Az idei év az egy kicsit más, egy kicsit bensőségesebb teret próbáltunk létrehozni, kis utcácskákat kialakítatni a város központon belül. Amiben más az idén, az még, hogy két színpadot építünk. A megszokott helyen, a sétányon lesz ugye a táncpanorámák színpad, valamint még egy zenei színpadot, azt pedig a színház oszlopai elé fogjuk megépíteni. Idén az Interetno Fesztiválon egy pagodát is felállítanak, amelyben kiállításokat tartanak, filmeket vetítenek, foglalkozásokat szerveznek. Ahhoz azonban, hogy minden a tervek szerint alakuljon, komoly munkára van szükség. Nem is csoda, hogy kalapálástól hangos Szabadka főtere. Az önkéntesek nem csak az építkezésnél segítenek, a fesztivál során is számíthatnak rájuk a szervezők és a látogatók is. Van az infópult, és oda nyugodtan jöhetnek a látogatók eligazodást kérni, vagy bármit. Itt lesz a játszóház is, és ott is ott leszünk, hogy nézzük, azért figyeljük a kisebbeket.
mert hogy Etnopolisban a gyerekekre is gondolnak, minden nap délután 3-tól 7 óráig szerveznek számukra bábelőadásokat és foglalkozásokat a játszóházban. Például nemezelést, gyöngyfűzést és sok egyebet. Idén nagyon jó foglalkozásunk lesz például, amikor vászontáskára fognak rajzolni a gyerekek, különböző minták lesznek rajta, amiket nekik kell kifesteniük. A 15. Interetno Fesztiválon augusztus 22-e és 27-e között 5 hazai és 7 külföldi táncegyüttes lép fel, és több mint 100 kiállító kínálja portékáit. Ma estére megérkezik a hideg front, este számíthatunk záporra, zivatarra. A hétfő hajnalig vár csapadék, helyenként jelentősebb mennyiség is lehet. A mai közel 30 Celsius fok után holnapra 20 fokra csökken a hőmérséklet. A hideg front miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén és szédülés is jelentkezhet. A csúcsra ért a szerb férfi vízilabda válogatott, miután idén a világbajnokság és az Európa-bajnokság után az olimpián is diadalmaskodott. A szerbek Horvátország legjobb pólósait verték meg 11-7 arányban. Az első negyedben a szerb válogatott remekül használta ki a helyzeteit, sőt a védelem is jól működött, ugyanis Branislav Mitrovic a 4 lövésből 2 bravúrt is bemutatott a kapuban. A szerb csapat 2 gólos előnyre is szert tett nem sokkal a kezdés után. Az első negyed végül 3-2-es szerb vezetéssel ért véget. A játékrész utolsó gólját a honosított horvát Javier Garcia Gade előtte. A folytatásban 4 percet kellett várni az első gólra, ami a játék kiegyenlítettségét bizonyítja. A szerbeknek azonban sikerült felülkerekedniük a horvátokon, és 3 gólos előnnyel várhatták a harmadik negyedet. A teljes fordulat ekkor következett be, ugyanis annak ellenére, hogy a horvátok szerezték az első gólt, nem sokkal később a világ egyik legjobbja, Filip Filipovic állította vissza a 3 gólos különbséget, majd egy újabb bombaerős lövéssel 4-re növelte azt. Ekkor már 8-4-re vezettek a szerbek. Az utolsó negyed előtt magabiztos volt a szerb előny, 9-5-ös állásnál kezdték meg a negyedik negyedet. A horvát remények az utolsó felvonásra már szerte foszlani látszottak, így a szerb válogatott magabiztosan tartotta előnyét. Horvátország legjobbja Szuknó többször is villogott, azonban ez kevés volt ahhoz, hogy fordítsanak az ősi rivális ellen. A végeredmény 11-7 lett, így Szerbia megérdemelten szerezte meg az olimpiai aranyérmet. A vízilabda sikert egész Szerbia ünnepelte. Belgrádban autóból kihajoló szerb zászlókat lobogtató fiatalok üdvözölték az aranyat, míg Szabadkán több lövés is elhangzott a végső sípszó után. Ma hajnalban véget ér a 31. Riói olimpia. A zárónapon 12 számban osztanak még érmet. A játékokat befejező záróünnepségre, amely közép-európai idő szerint hajnali 1 órakor kezdődik, karneváli hangulatot ígérnek a szervezők. Az utolsó versenynaptól függetlenül eldőlt, hogy az Egyesült Államok csapata végez az éremtáblázat élén, ugyanis 16 arannyal többet szerzett, mint a második Nagy-Britannia. Magyarország 8 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet tudhat magáénak. Szerbia 2 arannyal, 3 ezüsttel és 2 bronzzal büszkélkedhet. A mai nap egyik legjobban várt sporteseménye a 20:45-kor kezdődő Szerbia Egyesült Államok férfi kosárlabda döntő lesz, amelyen az amerikaiak a favoritok, de szakértők szerint a szerbek akár meglepetést is okozhatnak. Magasba emelkedő zászlók, tömeg és újjongás. Több ezren gyűltek össze Szabadka főterén, hogy köszöntsék Dávor Stefaneket. A riói olimpia szabadkai bajnoka még mindig nem fogta fel, hogy Dél-Amerikában a világ tetejére állhatott. Dávor Stefanek! A riói aranyérmes a Városháza dísztermének erkélyéről üdvözölte az őt ünneplő tömeget. Rengetegen gyűltek össze a kékszökők út előtt, hogy együtt várják a riói olimpia szabadkai bajnokát. Zászlók emelkedtek a magasba Szabadka központjában. Táncolt és éjjenzett a tömeg. Dávor Stefanek megköszönte a támogatást és a bizalmat szülővárosának és Szerbiának is. Obecsa sa medaljo, ispunio sa obecanje i nadam se da ste uživali dok ste gledali moje borbe i da jednostavno, ja iskreno vam kažem, još uvijek nisam svjestan šta sam uradio. A sportoló reméli, hogy jövőre az Európa-bajnokságon is a dobogó legmagasabb fokára áll majd.
Bio sam prvak sveta 2014. 2016. olimpijski, a fali mi evropsko zlato i još uvijek se naopraštam od rvanja. Rio győztesét a szintén szabadkai Dusan Svilár táncdal énekes produkciójával lepték meg. Az örömmámorban úszó emberáradat az ünnepség végén az olimpiai hős családját is vastapssal fogadta. A Spartacus labdarúgó csapat a hazai pályán az újvidéki Karagyorgyás stadionban 2-1-re legyőzte a Partizánt. A Superliga 6. fordulójában a belgrádi csapat végig irányította a mérkőzést, és több helyzetet is kialakított, amelyeket azonban nem sikerült értékesítenie. A szabadkaiak az egész mérkőzésen a védekezésre koncentráltak, és kontrákból próbáltak veszélyeztetni. Ez a taktika sikeresnek bizonyult, mivel Makarić és Milić is egy hosszú szöktetés után szerezte találatát. A Spartacus csapata 6 forduló után 4 győzelemmel és 2 vereséggel a bajnoki táblázat második helyén áll, míg a Partizán nagy meglepetésre csak 11. A híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Hatalmas sorok a határátkelőknél, a torlódás a következő napokban is fokozódhat. A magyar határhoz közeli tanyákról sorra tűnnek el a létrák és a nagyobb szerszámok. A lakosok szerint a migránsok viszik el őket. Magyar Kanizsán tegnap kezdődött és ma folytatódik a Szent István nap és az új kenyér ünnep rendezvény sorozata. Évente egyszer Szent István napján mutatnak be szentmisét a Nagybecskereki gimnázium templomban. Szerbia legyőzte Horvátország vízilabda csapatát, ezzel olimpiai bajnok lett. Köszönjük figyelmüket, ha tehetik, maradjanak velünk. Ha még több hírek kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a panonrtv.com-ra. Viszontlátásra!